Kettő, numero egy. Üdvözlök mindenkit, én Axmart vagyok, ez pedig itt a Go For LOL havi döntőjének a második mérkőzése. Az első meccs már ott van a Departed csapat kezében. Ez pedig itt a második mérkőzés egy BO3-ból. Azt mondom, kezdjünk is bele. Szintén lemaradtunk ugye a pikkekről és bannokról tekintve, hogy még mindig ugye ugyanabban az időpontban vagyunk, és a LOL-nak a jelenlegi jelenleg lévő spectator módja valamiért hihetetlen módon bugol, ezért csak így külsőleg tudtunk beérkezni, így már a kész tímet látjuk. Ettől függetlenül megpróbáljuk ki spekulálni, hogy ki, hogy, mit, hogy. Csak hogy egy kicsit felhozatal van. Meséljek, topon lesz egy Trundle versus Vladimir. Dzsungelben pedig egy Wukong versus V. Miden egy Kayle és egy LeBlanc fog veszekedni. Boton pedig egy Sivir és Thresh páros fog menni egy Caitlyn Annie-vel szemben. Esetünkben most itt a Lushor csapata próbál ilyen invét-szerűséget csinálni. Megint ugye felsorakoztak itt a top bushban, de nem történt igazából semmi. A bot páros már Rikólól is, mid a helyén van, dzsungel is mindjárt megy a helyére. Nem lesz is semmi invéd. Nagyon-nagyon szépen ugye észrevett és kivédekezte ezt a Departed csapat. Tehát beszéltünk egy kicsit arról, hogy akkor ki melyik régen, is elmondtam, hogy ki melyik nem van. Beszéljünk is róla kicsit bővebben, hogy ez igazából hogy fog kinézni. Most lehet, hogy itt egy switch. Igen, innen itt egy lane swap lesz, mert Prem és mindjárt nézem, Pulse topon található, azt a Vladot akarja megfogni, ugye Vlad elég erősen counterili szerintem azt a Trundle-t, ezért is használják ezt a lane swapot. Ezen pedig már ugye Kayle és a LeBlanc elkezdtek veszekedni. Mokette úgy látom nem kapott pult, mert eléggé lejött a HP-ja. Botton pedig még nem tudják, hogy hol van az ellenfelük. A gólemeket szedi éppen a Trundle. Viszont most már ezért észrevették szerintem, legalábbis Vladimir mindenképpen észrevette, hogy ez egy lane swap. Kérdés, hogy vissza akarják-e cserélni, illetve hát ugye ők is megcserélnék el, tekintve, hogy Vladimir talán annyira nem jó ebben a 2v1-es felállásban, nem tud túlságosan közel menni, és elég swishy. Mondjuk elég jó kis damage-e van, és ki is megy, látjuk, hogy már is kevesebb, mint fél HP-n van Kubon. Megy is a recall, egyszerűen nem tud mit kezdeni itt most topon ezzel a párossal. Közben erre a Wukong jungle-re gondolok, hogy mennyire lesz jó VN, ugye tudjuk, hogy Seldben tud mozogni. Hogyha éppen nem halad át Wardon, akkor elég nehéz észrevenni, és ugye nagyon-nagyon-nagyon gyorsan le tud csapni. Level 6 után pedig ott van a ciklon képessége, ami ugye az ultja, CC is, tehát fellöki az ellenfelet, onnantól pedig eléggé könnyen el tudja kapni. Kérdés, hogy ezt mennyire fogják tudni kihasználni ezt a Wukongot. Lehet, hogy már beszéltünk a Vivel kapcsolatban, közben pedig itt Kayle lett egy kicsit vissza támadva, ettől függetlenül, hogy neki van susztani, és ott van egy kis early gank V-től Kayle, de nem lesz probléma, hogy vette a lapot, vissza is húzta magát. Közben pedig ugye Trundle-t segíti ki Wukong itt boton. Először is a farm a cél, ugye, hogy clear-eljék a wave-et, ne tudják beszedni a turretet. Már azért eltérnek ugye a farm különbségek. Elég jól, hopp, és ott van a pillár, nagyon szép ugrás volt kikisztel, ettől függetlenül ugye sokkal nagyobb damage-et azért nem okozott. Wulite pedig folyamatosan lifesteal-i magát vissza. Azt mondja, hogy kikiszre, és Nuzinna is ment rá aztán Libiktől. Még azért beleharapott egyet az a Trundle, és itt most Take Funernio. Funerino. Hú, ez nehéz lesz. Szóval LeBlanc-nak ment ki a passzívja.
Ugye két tudjuk, hogy most nerfeltek rajta egyet, de igazából nerfbe és buff között van a dolog, tekintve, hogy az ultia az nem kerül most már manába, ugye eddig azt hiszem 100 mana volt, de most már egyáltalán nem kerül manába, így félig meddig ingyen dive-olhat ugye az ultival azzal a 1-1.5 másodpercig, közben pedig Vinylia megy ki a burst és a pók, és elég is sok, már nem sokáig tud léne maradni, kis ment az ignite-ja rá Libik, és Kubon tartják nagyon hátra, egyáltalán nem tud farmolni Kubon, megnézzük, 20 farmja van Trundle-nek, Kubonnak meg csak 6, Kikisz pedig eléggé szépen tudja tartani a tornyot, ellet kap a Kubon, nagyon szép a Wave, viszont ott van ugye a Blood Pool, azt hiszem így hívják képességet, de mindjárt megnézem, nem, Sanguine Pool, azért, hogy a pool képességem ugye nem targetelve, nem tudják targetelni, nem tudják lőni, nem tudnak vele semmit sem csinálni. Na itt pedig érkezik Mokate, és Premnek muszáj volt elflashelnie, viszont azért még Pulse ott marad. Makler és Libik viszik eléggé keményen fél HP-re a tornyot. Az a Trundle igazából akkor lesz, és nem tudom, néztek-e ezt a Trundle-t, akkor, amikor majd lesz neki Hydrája. Legalábbis ugye először témátja, aztán Hydrája, akkor hatalmas wave clear-jére simán megoldja ezt a 2v2 helyzeten, szóval jelenleg még azért küzd az életéért ő is a sok poke damage mellé, amit ugye két link kihozta hatalmas range-ével, arról nem is beszélve, hogy az Annie nem arról híres, hogy nyugodtan hagyja békén az enemit. Az Annie support. Mokate próbálja tartani a turretet, körülbelül a turretek hasonló mértékben vannak bepusolva, a legnagyobb különbség az, hogy 30 farmja van itt Baileynek, míg az ellenfelének, Kubonnak pedig 10, ami nagyon kevés ahhoz képest, tehát eléggé jól működik ez a lane swap. Itt most esetünkben a Departed csapat javára. Lublin sor egyelőre még nem tudta megfogni. Nézzünk rá akkor egy kicsit a farmokra, ugye a 7. perc végére, illetve a 8. perc kezdetére. Azt mondja, hogy ugye a 35-et a 15-höz idézélesen toppon, mert tudjuk, hogy nincsenek ketten, Tomonte, Trundle és Vladimir között. Azt mondja, hogy a dzsungeles 23-20 körülbelül hasonló, és csak most fog visszamenni majd vásárolni egy kicsit. Azt mondja, hogy miden van igazából a legnagyobb különbség, ott 61-46-hoz. Ott azért Kaylee-nek a wave clear-je eléggé jó, ugye tudjuk, hogy LeBlanc-kal eléggé nehéz, sőt nagyon nehéz farmolgatni, pláne early-be, utána már egy kicsit könnyebb, de hát amit látjátok, egyáltalán nem egyszerű, ezért ugye ez a Kaylee viszi is a farmot, és megnéz, ó, nagyon szép, nagyon hatalmas pilár, Makler nagyon beszorult a kettő között, és nem tud, ott hatalmas flash, utána flash-e Bailey, és még egy autót, a GG, ott van a First Blood, Libik is eléggé low HP-n van, Bailey megy utána, dive-olja a turretet, ott a harapás, viszont nagyon szép stun Libiktől, de ettől függetlenül Kikisz ráugrik és fejbe csapja a botjával, ilyen egy Wukong, lehozzák botot, Departed csapat nagyon szépen, és közben pedig topon is esik a turret, és valószínűleg itt már vissza is fogják cserélni a léneket. Hatalmas burst megy ki igazából Kaylee, még elállt a szavam, annyira durva, de hát ez a LeBlanc igazából erre jó, hiába kevesebb farm, az a burst az még mindig ott van LeBlanc kezében, ugyanannyi a jellemzője. Na a kérdés, hogy visszacserik a léneket, emléletek vissza kéne, hogy meg legyen tartva az a bot turret, és ezzel is ugye növeljék az előnyüket. 2600 golddal vezetnek már, és szerintem lassan vissza fognak menni, elkezdenek vásárolgatni, és akkor utána fogjuk majd megnézni a buildeket. Viszont most jön egy eléggé jó kis V-gang topra, talán meg akarja büntetni, hogy még mindig ott vannak. Kumonnak kimegy az ultia, hatalmas fókusz van, illetve Premen nem fog tudni elmenekülni, Mokate kap egy kis damage-et, Kubon és Mokate menekül, Pulse egyedül szed le kettő embert, hatalmas vesz, Mokate ki tud jönni onnan, megérte 2-1-ért,
boxer igazából nem tudta megvédeni magát, közben pedig ennek a túlságosan ottmaradásnak az ára még egy turát be is került itt a Deepart egy csapat. Ettől függően Kikis érkezik, Libikre szintén megy a fókusz megint, van flash, át is fog flash-elni, nagyon szépen nincsen utána flash. Itt vagy az előbb előtték a Tower Dive-nál, amikor ugye be kellett fejezni mindkettőjüket, és itt pedig LeBlanc ugrált be és mentette meg a midet. Na nézzük meg az AD Carry-nek mondjuk a... hogy milyen build-ek vannak, már ott van a BF Sword, illetve ott van a Vampiric Scepter is, ezzel szemben még két innek nincsen BF Sword-ja, viszont kettő darab Doran's Blade-je van. Teljes mértékben mondhatjuk, hogy vár, hogy Sivir vezet ilyen szempontból, viszont ott van a Deepart egy csapat kezében, a Dragon. Egyáltalán nem volt esélye megkockáztatni, vagy akármit is megvédeni azon a Dragonon, itt pedig kérjére ment ki egy kis burst LeBlanc-tól. Ők minden teljesen jó el vannak. Azt mondja, hogy Kaelin már ugye ott van a Fendish Codex. Köszönöm, és három darab Doran's Ring van LeBlancon. Ez elég egy kemény. Három darab Doran's Ringet nem igazán látok. Kettőt szoktam, de három az nekem még kicsit újdonság. Elébe ott nagyon szép a hook. McLaren ott van. Ettől függetlenül nem sikerült igazából 100%-ban leszedni, látták, hogy ott van Libik Stunnal ráadásul, nem akartak vele veszekedni, közben pedig Trendel ugyebár visszajött topra most itt először, és Kubon eléggé jól leszedni, meg is látszik a counter, ott van Mokate ulti, kimegy, úgy érzem ez a Trendel halott, kifejezi be, megérkezik közben Kikis, nagyon kimegy a ciklon, Kubonnak nincsen pullja, és Mokatinak is eléggé alacsony HP-ja van, nincs aki segítsen, közben Libikre ment a fókusz, Libik halott, és Mokate menekül meg, iszonyat kevés HP-ban, nincsen manája, nincsen manája, itt viszont hatalmas flash, kitalálta, hogy melyik volt az, LeBlanc halott, ezzel szemben Mokate elmenekült topon, ugye nem volt manája annak a Wukongnak, hogy utána menjen. Pulz és Makler veszekszik, de Lanternnel inkább hazamegy. Csak kicsit megijeszgette. Viszont Wukong azért elég erősen meg tudja tolni most azt a lane. Nagyon-nagyon-nagyon jól működik ez a Wukong jungle, azt kell mondjam. Azt mondják, hogy az a jó jungle, akinek kevés, van egy kis killje, nincsen halála és nagyon sok asszisztja van. Esetünkben Wukong inkább úgy működik, hogy nagyon-nagyon sok killje van, nincsen asszisztja. Ettől függetlenül ez még egy jó Wukong lesz. Nézzük, Libikéknek most van egy kis esélyük visszapusolni ezt a bot lane-t, illetve kicsit jobban kivardolni, mert ha megnézitek a vision-öket, eléggé jó vision-e van itt most a Deepart csapatnak, és hát nem mondom, hogy túlságosan szegényes, de azt kell mondjam, hogy egy kicsit szegényes, azon sokkal jobban elszórt vision-je van a Lublin Shore csapatának. Kubon pedig látszik, hogy miért is counter-e ennek a Trundle-nek. Ja, már ott van rajta az a voice tap, és most Randall neki belemegy egy kis térre, Kubon kijön abból a körből, amiben nem szabad beleállni, és kimegy az ulti is, kimegy mindkettőnek az ulti, a Kubon pedig folyamatosan lövi hátulról, így, na, jön hatalmas segítség, jön itt, jön Veet, jön LeBlanc, ez a Randall megint kicsit overextended, halott Randall, a jó Randall, mondd el Kubon, ettől függetlenül LeBlanc fejezi be, valószínűleg ezt megbeszélték team chaten, hogy én akarom most ezt a Trendelt, és meg is kapta, nem baj, hogyha a LeBlanc feedelődik, mindenképp szüksége lesz rá. Makler és Libiknek valahogy meg kéne tartani ezt a bot turretet, hogy jó legyen neki, ott jön ki a ciklon, Kikis és ugye Kikis Kubonra, ott van, kiment Kubonnak, és Kikisnek is kiment, kettő darab csapás volt az a Kubon. Mert a főleg Kikis most menekülhet, közben pedig egy eléggé nagy teamfight, Libiknek nagyon-nagyon szép volt a T-burst-e, és igazából teljes mértékben ignorálják Libiket, Maklerre megy a fókusz, és Kaelin be is tudja fejezni, Libik pedig esélytelen, hogy onnan elmenekül három ember közül, halott. Wukong végül megúszta, közben érkezik az a burst, ami ugye LeBlanc-tól megszokható, és jó ember talált meg Pulz! Nem tudta átverni az a LeBlanc passzív. Látszik, hogy eléggé
jó játékos ahhoz, hogy megállapítsa, eléggé rutinos játékos LeBlanc, azt hiszem, hogy megállapítsa az ki, az is lehet, hogy csak szerencséje volt. Mokate pedig szerintem szomorúan vette azt, hogy nem tudta befejezni ezt a Wukongot, mondjuk Wukong kétségkívül nagyon-nagyon jó lehet menekülni. És eléggé jó lóvá tudja tenni az ellenfelét, hogyha úgy van. Ez egy kicsit előre ment az a lámpa, közben ketten üldözik el Randelt a lényről. Mokate megy vissza most egy kicsit vásárolgatni. Kumonra kimegy a pillár, és Mokate megérkezik, igazából csak mutogatja magát, hogy hát ha megijed az a Randel. Közben pedig ott van a két ékefonulja, és nagyon hatalmas burst, hihetetlen nagy burst jól már annak a LeBlancnek egy pillanat alatt. El sem tudta nyomni az ultiát, volt ulti, és nem volt ideje elnyomni kérnek az ultiát. Hihetetlen. Viszont az igazából annyira nem számít, hogy Kikis végül meg tudta ölni LeBlancot. És egy eléggé jó kis, ilyen kis mókás championnel van. És megy a teleport, remélem nagyon szép a pillár, Makler elég nagy bajban van, nem volt flash-e sem, barrierje sem. Észintő hó volt, viszont Libik is ugyanúgy meghal. Double kill meg Pulse-nak, ami egy AD carry-nél mindig hasznos. Már hatalmas előny, 12-4-hez, 27 000 a 20 000-hez képest, mindjárt 28, közben pedig Remre ment a fókusz, Mokate pedig három ember között mászkál, és mégis sikerül befejezni azt a trash-t. Eközben megérkezik a hatalmas burst-tel rendelkező LeBlanc. Azért kettő emberre nem akar rámenni, az AD-kerit ki akarta fókuszálni, de nem sikerült teljes mértékben úgy, ahogy akarta. Eközben kést beszedi a saját kékét, még keményebb legyen. Pulse jön, és közben pedig hátul a Makler pedig megint overextended, és három vagy négy darab kis damage. Ott van viszont a LeBlanc damage, azért elég kemény, Bailey van kettő ember között, Take a Funio pedig... az a last minute stun, és végül is Take a Funio hihetetlen burst damage-e megint megmutatta magát, nem véletlen LeBlanc ez a LeBlanc. Azt a tankot le tudta nyomni, ami igazából félelmet kell tán minden játékos szívében. Libiknek pedig nincsen stunja, eléggé easy-n oda ment kér, és egyszer csak csop, és már is halott. Nem véletlen. Azért a kérdéstől is szoktunk félni. Mondjuk az ulti, hogy nem lett elnyomva, hogy akkor, amikor LeBlanc rányomta a damage-ét, azért eléggé gyors volt akkor az a LeBlanc. Itt pedig az első, nem, talán a második, vagy az első vagy a második dragon, hamilag gőzöm sincs, most így be kell valljam nektek, azt hiszem, volt már dragon? Szerintem nem volt még dragon. Mindegy, az a lényeg, hogy dragon megy a Dipáti csapathoz, így ezzel tovább növelni, hogy a Lublin sor most nem adhatja fel, tekintve, hogy nem is akár mennyi, ezt megnéztük a kisebb szünetben, hogy 5, ó, Maklerre megy ki a damage-e. Kikisznek godlike. Na ez már jelent valamit, Kubon pedig nem tud elmenekülni a Trendővel szemben. Itt pedig LeBlancnak teljes mértékben lehozni, nagyon jó. Szépen ment ki a trash hook, jó. LeBlancot van, Libiknek semmi esélye sincs életben maradni. Közben pedig Kay tankolta a tornyot. Mokate-ra pedig rámegy. Rámegy Pulse és megmenti a trash lentőn, különben Mokate nagyon-nagyon csúnyán összecsukta volna, azért nem lehet vele csak úgy szórakozni, ettől függően Inhibitor turret is esik, szerintem az Inhibitorrel együtt négyen vannak bőven, egy ember ezt nem tudja bevédeni. Most már azért érednek, de ettől függetlenül innen elég nehéz lesz visszahozni ezt a mérkőzés. 5 turret az 1-hez, 19 killekben, a 7-hez, 36 000 a 24 000-hez. Hatalmas különbségek vannak, Libiknek nagyon szép az ultia, viszont kimegy az intervention, Premre megy a fókusz, Kubon szerintem be fogja már tudni fejezni, Premet viszont hihetetlen gyorsan elhajt Kikisznek a kezei között, és innentől pedig teamfight ennyi volt, egy ember tudtak elvinni itt, most hatalmas chase megy. Eddig is tartott ez a kis chase LeBlanctól, azért LeBlanctól szerintem fél a Departy csapata, tekintve, hogy ugye már nem egyszer mutatta be a hatalmas bőszjét, és ott nem sikerült elkapni senkit. Ne, Vardon el, de nem sikerült.
éppen hogy vissza tudott menni az a trenddel. Tehát függetlenül Kane még itt van. Vele még talán lehet próbálkozni, szerintem LeBlanc be is fogja próbálni. Intervention ebben a pillanatban lett újra elérhető. Úgy láttam, nem akar már LeBlanc sem túlságosan veszekedni. Jól van, nézzük meg, mit lehetnénk most csinálni Lublin Sor csapatának. Ugye mindenképpen a Departy csapatot szerintem meg fog kockáztatni egy-két ember, egy-két kill után egy baront, vagy esetleg be akarja fejezni a game-et. Jó kérdés, hogy melyiket választja, illetve még azt lehet várni, hogy teljes mértékben befoglalja a Lublin Shore jungle-ét. De nem, innentől a Lublin Shore megint úgy érezte, hogy nem fogja elhozni ezt a mérkőzést, így feladja. Ezáltal 500 euró vándorolt a Departed csapatához, ez kettő darab lengyel csapat volt, a Lublin Shore és a Departed. Gratulálunk a Departed csapatnak! GG, well played, eléggé nagy különbséggel hozták mindkét mérkőzést. Én Oxmart voltam, remélem, hogy tetszett. Iratkozzatok fel a csatornára, hogyha tetszett a kommentár, hiszen lesz még ilyen. Illetve alul a descriptionben, leírásban megtaláljátok a Facebookomat is, illetve megtaláljátok a Twitch csatornámat is, ahol mindezt élőben közvetítem és felveszem. Sziasztok!